A méreg vagy csaléte kihelyezésének előkészülete is büntetendő, és akár 5 év börtönt is kaphatnak az állatkínzók, ugyanis jövőre szigorúbb állatvédelmi szabályok lépnek életbe. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a felelős állattartásra nevelést. A gyerekeknek szerintem ezzel kellene kezdeni. Tehát az, hogy egy állat szeretete és ővele egész élete úgy bánjon, egy állat rengeteget tanít. Ugye ő nem tud panaszkodni, de az, hogy a fejlődésében mindenhol, és megfelelő állattartást, a kutyákra is tud, kutya méretű függően azt a környezetet is biztosítani, mert például én nagyon állatkert ellenes is vagyok. Többek között a jövőben az illegális szaporítás is állatkínzásnak minősül, ez akár 5 év börtönnel járhat. Továbbá az állatviadalok szervezői mellett a résztvevőket is büntetik, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel jár. Tökéletesen egyetértek vele. Nagy pénz van a kutya szaporításba, és a kölyökutyák ára fölment a csillagos égig, ezzel még nem is lenne baj, hogyha olyan a szaporítók vannak, akik tényleg tehát hivatalból is csinálják, nem tömegtermelők vannak. A Magyar Állatvédők Országos Szervezetének elnöke azt mondja, a kóborállatok helyzete is fontos kérdés. A kóborállatok létszáma az kb. 80 ezer kóborkutyát tesz, akik ezekben a percben is kimannak az utcán. Van további 400 ezer kutya vesztéseink szerint, akik rossz tartási körülmények között élnek. Tehát ez csak nem 500 000 állat. Na most a rossz tartási körülmény is az előszobája lehet az állatkínzásnak, vagy egyéb bűncselekményeknek. Itt is érzem, és csak ilyen kis lötyögős, neki nyugodtan ráfoghatsz. Dr. Borús István szekszárdi állatorvos szerint az utóbbi években sokat fejlődött az állattartók felelősség érzete, hiszen egyre több gazda ivartalanítatja a házi kedvencét, illetve a kötelező védőoltások mellett már az egyéb vírusos megbetegedések ellen is kérik a kombinált vakcinákat. Nagyon sok szívférgesség elleni tesztet végzünk. Azt tudom mondani, hogy sokat fejlődött a felelősségérzet, egyre több kutyát ivartalanítunk, nem csak Szekszárdon, hanem a környező falvakból is jelentkeznek állattartók, hogy a nem kívánt szaporulat megelőzésére szeretnék ivartalanítatni a kutyáikat. Az állatvédelmi szabályokkal kapcsolatos módosítások 2022. január 1-én lépnek életbe.